A ma esteri ige hirdetésünknek az is lenne a címe, hogy a megszentelt élet titkai. Milyen isteni kegyelem az, milyen isteni ajándék az, amely bennünket képesít, felkészít a vele való találkozásra. Akik együtt voltunk az este, azoknak elmondtam azt, hogy Isten valami csodálatos evangéliumot, örömhíradást közöl mi velünk emberekkel. Olvastuk a jelenések könyvéből az ígét, amit szeretnék megismételni, és egy mondatával ennek az üzenetnek ma este megoldani mindazt, amit eddig hallottunk. Azt hiszem, hogy minden mondatnak nagyon nagy súlya van, mert Isten az egész emberi család számára szánta, akkor azt jelenti, hogy Isten valami rendkívüli ajándékot helyezett el benne. Olvasom újból az Isten igéjét a jelenések könyvének a 14. fejezetében, a 6. versétől. És látjék más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangélium, és minden nemzetségnek is, ágazatnak is, nyelvnek is, népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Isten! Ma este ezzel a gondolattal foglalkozunk. Mit jelent Isten szemszögében, az ige híradásában, mit jelent az igaz Isten félelem? Az este tehát az evangéliumról beszéltünk, hogy Isten örömüzenetet közöl az egész földünknek. És ezzel az örömhírrel, hogy nem kell nekünk lefizetni a bűn zsoldját, az örök halált, amit a Szentírás második halál néven is emleget. Hogyha elfogadjuk az Úr Jézus Krisztus helyettesünknek, és a mi bűneinket őre elhelyezzük, az ő vére eléséges, engesztelő áldozatként az egész emberi család bűnéért. De ez a vér, amely értünk folyt a Golgotai kereszten, nem csak engesztelő és bűntörlő vér, hanem a jelenések közül a 12. fejezet 11. verse szerint azt mondja az Isten igéje, hogy győzelmet adó vér, akik meggyőzik Sátán minden ravasságát, minden kísértését, és győzelmet hoz ez a vér, hogy nemet tudjunk mondani a bűnre. És ha minden este megismételném ezt a mondatot, akkor is azt hiszem, hogy a Szentírás üzenete benne lenne, mint dióhéjban, ebben a három mondatban. Szeresd az Urat, a te Istenedet, szeresd fele barátodat, és gyűlöld a bűnt. Az egész Szentírás ezzel van teletűzdelve. Erről beszélnek az Ószövetség prófétái, erről beszélnek az apostolok, erről beszéltek a reformátorok. Ez az idő az, amelyről beszél Isten igéje, és időszerűnek tartja azt, hogy megismételődjön minden nemzedék számára, különösképpen a ma élő emberiség számára. Különös hordereje van ennek az üzenetnek, hogy Jézus Krisztusban rendezni lehet az életünket. Ő a megoldás az életünkre. Az evangélium az, amely a jó hírről beszél az Isten szeretetéről. És Isten mielőtt beváltaná ígéretét, hogy egybegyűjtse az ő népét, fel akar készíteni mindnyájunkat az ő szeretete által, hogy hozzuk meg a döntést véglegesen, hogy nem a bűn oldalára állunk, hanem az Isten oldalára. Az evangélium egy olyan erő,
amely nem csak szépen cseng, hanem a Krisztus evangéliuma, Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, amely nem csak megbocsátásról beszél, örökbefogadásról, hanem arról beszél, hogy az evangélium, az Isten szeretete meg tudja változtatni az emberi szíveket. És mielőtt beszélhetnünk arról, ami az Isten tervében benne van földünk történetére nézve, annak előtte Isten küldi az evangéliumot, hogy egy népet készítsen fel az előttünk álló eseményekre, amilyen események nem voltak földünk történetében, hogy erre felkészítsen bennünket, és felkészítsen a Krisztussal való dicsőséges találkozásra. Vagy még annak előtte felkészítsen bennünket a halálra. Arra, hogy amikor utolsó dobban a szívünk, akkor ez a szív valóban legyen az övé, és megismétlődhessen az, amit az utolsó versszakában énekeltünk az énekünknek. Hívő szívem. Már nem csak bűnös szívem van, hanem hívő szívem van, akik hisznek az Isten ígéretében. Jézus Krisztus maga mondotta, Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében, hogy Isten országának ez az evangéliuma kell hirdetessen, bizonyságul minden népnek az egész világon, és akkor eljön a vég. És sokan ettől a végtől rettegnek, vagy nem is szeretnek róla hallani. Én azonban nagyon várom, amikor erre a szócskára pont lesz téve, hogy eljön a vég. Mert tudjátok, minek lesz a vége? Vége lesz a nagy küzdelemnek, a sátánnal szembeni folytatott nagy küzdelemnek. Vége lesz a szenvedésnek. Vége lesz a temetésnek, a sóhajnak, a könyvhullatásnak, a búcsúzásnak. Mindennek, ami megkeseríti életünket. Annak vége lesz, azt mondja Jézus. De előbb mielőtt vége lenne a földünk történetének ebben a formájában, annak előtte Isten az evangéliumot küldi az emberi családba. Hozzád és hozzám, hogy döntése bírjon bennünket az Isten szeretete. Mert ha ő így szeretett minket, hogy helyettünk és érettünk feláldozta önmagát, és lefizette bűnünk árát, akkor nekünk is szeretnünk kell őt, teljes szívünkből, teljes lelkünkből. Az igében azonban ma este szeretnék arra a mondatra hangsúlyt fektetni, mert az evangélium, a jó hír, az isteni üzenet a helyére akarja tenni minden ember életében az igazi értékrendeket, amit Isten értéknek tart, azokat az értékeket, amelyek felkészítenek, átformálják jellemünket, életünket. Mert ne felejtsétek, testvéreim, el azt, hogy megváltozzon az életünk, és az a nyomorúságos testünk hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, ahogy mondja Pál a Filippi Belekhez írt levele 3. fejezet 20-21. versében. Tudjátok, mennyi idő kell erre? Egyetlen szempillantás, Isten egyetlen szempillantás alatt újjá tudja teremteni ezt a nyomorúságos testünket, és egy szempillantás alatt átváltozunk, és hasonlók leszünk az ő dicsőséges testéhez, ami hosszabb időt vesz igénybe. Az nem az új teremtése testünknek, hanem a jellemformálás, alakítása az életünknek. Az új szív, az új elme, az új lélek, az új szövetség, amelyet Isten meg akar kötni veled és velem. Ennek kell a sok idő. Nem azért, hogy Istennek nem tudná elvégezni, hanem csak annyit tud végezni el Isten az életünkből, annak ellenére, hogy ő mindenható, amennyit engedünk, hogy elvégezzen. Mert Isten erőszakot nem követ, mert ő a szeretet. Ezért saját döntésünk és belátásunk szerint kell
Csak Isten úgy tud dolgozni az életünkben, amennyit engedünk át a szívünkből, az elménkből. Ha tartogatunk valamit az ellenség számára, a bűn számára, akkor Isten nem tudja elvégezni a jelenformálást. Ma este beszélünk arról, hogy mit jelent az angyalnak az az üzenete, az az Isten, amivel megbízta az ő gyermekeit, hogy közöljék az emberekkel. Mert az este arról is említést tettem, hogy az angyal szó nem mindig mennyei lényekre gondoljunk, akik közreműködnek a megváltás tervében, Isten szolgáin is őriznek bennünket, befolyásolnak a jóra, tábort járnak az őt félők körül, hanem van, ahol az angyal szó az embereket, a hírvivőket szimbolizálja, jelképezi, mert az Isten akaratának a végrehajtója az angyalok Istennek. De az emberek is, akik teljesítik azt a küldetést, amelyel Jézus megbízta a tanítványait, hogy menjetek széles a világra is, hirdessétek az evangéliumot. Mert egyetlen mentő öv Isten részéről a mi számunkra, az Isten szeretete, ami föl tud emelni bennünket, és magához tud vonni. Jézus ezt így határozta meg kereszthalála előtt. Mikor az embernek fia felemeltetik a földről, akkor mindeneket magához vonz. Akkor megértjük azt, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. De kicsoda az, aki az ellenségeiért az életét tudja adni. A jóért talán csak meghal valaki. Ismerek olyan embert, aki tartogat egy katonazubont, és az előszobában tartja a fogason, hogy valahányszor ki vagy bemegy a házban, lássa ezt a katonaköpenyt. És ha megkérdi valaki azt, hogy miért tartogatja ott, akkor elmondja a történetét. Hogy ennyi emlék maradt arról az emberről, akit jóformán nem olyan nagyon ismert. De mivel háborús alkalom volt, és az emberek közül voltak a katonák közül, akik megkockáztatták, hogy elszökjenek. Olyankor a büntetés az volt, hogy megtizedelték a katonaságot. Ez a megtizedelés pedig úgy képzeljük el, hogy kiállították a fegyvereseket, akik lőttek, és minden tizedik embert sorba állították a katonákat, és minden tizedik embert kilőtték a sorból. Függetlenül, hogy ki volt, milyen volt. Ez volt a büntetés. És amikor azt mondja egy fiatal ember, látta, hogy ő rá esik a sor, azaz arra az illetőre, aki őrzi a katona köpenyét, ő családapa volt már. És ezt a fiatal ember tudta, hogy ő családapa. És amikor kiszámolta, hogy melyik lesz a tizedik, és látta, hogy éppen ez az ember lesz a tizedik, kilőnek a sorból, akkor hirtelen egy mozdulattal helyet cserélt vele. És amikor az őrövészek felálltak, hogy elvégezzék ezt a szörnyű munkát, akkor őt átlőtték ki a sorból is. Ez az édesapa megmaradt. És azt mondja, hogy azóta őrzi ezt a katona köpenyt, ennyi maradt róla, a katonáról, aki a helyébe lépett. Isten ígéje azt mondja, az az evangélium, hogy az igazért talán csak meghal valaki, vagy a gyerekért talán csak meghalna egy szülő. Hány temetésen vettem részt, ahol édesanya kellett eltemesse egy gyerekét, és hallottam a fájó, szívből felfakadó kiáltást, Istenem, miért nem én? Talán a fülünkbe cseng még azok, akik olvassák a Szentírást, hogy Dávid akkor, amikor az ő fia üldözte őt, el akarta foglalni a trón Dávidtól, és Dávidnak menekülnie kellett az erdőkben és a barlangokban bujkált, és ott sem hagyott békét, hanem hadsereget indított ellene. És tudjuk, hogy ez a fia Absalom
felakadt hajánál fogva a fára és a hadvezére Dávidnak átszúrta a dárdájával. És amikor vitte a hírt, hogy most már nem kell bujkálni, nem kell félni, vissza lehet menni Jeruzsálemben a trónt elfoglalni, mert meghalt a fia. Akkor azt írja a Szentírás, hogy Dávid keservesen sírt. Síratta a fián, hogy szerelmes fiam Absalom, édes fiam Absalom, bár én haltam volna meg helyette. De ki hal meg a gonoszokért? Ki hal meg a bűnösökért? Ki fizeti le értük a válságdíjat? Ki az, aki eljön a börtönben és kiszabadítson bennünket a börtönből, a fogságból? Ki az, aki kiváltson bennünket? Mennyi értékre van szükség? Az este arról beszéltünk, hogy minket meg kellett váltani a bűn rabságából, és Isten nem pénzzel fizette ki értünk a díjat, hanem drága véren váltott meg az Úr Jézus Krisztus vérén, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusért. És ez a történet, a Golgota győzelme, maga Jézus Krisztus, a szabadító, ő az evangélium. És az evangélium azt üzeni még ma számodra, hogy szeret téged az Isten, megmenteni akar. De engedd azt, hogy Isten átformálja életedet, a helyére tegye életedet, és a bűnös életet fölváltsa egy megszentelt élet. És mi segít nekünk ebben? Azt olvastam el a 7. fejezet első mondatában. Ezt mondván a nagy szóval, féljétek az Isten! Hát úgy gondolom, hogy itt nagyon sokan lehet, hogy félre értelmezik ezt az isteni kijelentést. Azt hiszem, hogy szükség van az isteni igének a fényében megvilágítani, mit ért Isten az Isten félelem alatt, vagy mit értenek az emberek az Isten félelem alatt. Hát hallottam olyan magyarázatot, hogy Isten egy hatalmas úr, és ez igaz. Dicsősége, hatalma emberi elmével felfoghatatlan. Ő, aki a világ mindenséget alkotta, a tejút, rendszereket, ezt az univerzumot, a kozmoszt, aminek nevezzük, aminek parányi részét sem ismerheti az ember, és ha visszatér a csillagok világából erre a földre, mi mint kis hangyák, kis férgek vagyunk ezen a földön. Olyan parányiak vagyunk, azt mondja Isten igéje, mint egy porszem a mérleg serpenyünk, vagy egy csepp víz hasonlítva az óceán tengervizéhez. És Isten mégis annyira szeret bennünket, hogy a legnagyobb áldozatot, a menny legdrágább kincsét küldte el Jézus Krisztust, ami megváltásunkért. Vaj, ha fel tudnák az emberek fogni Istenem a mélységes szeretetét, mikor erről elmélkedik János apostol az ő levelének, az első level 3. fejezetének az első versében, fölkiált, lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Isten, hogy mi, akik bűnösök voltunk, távolvalók Istentől, halottak a mi bűneinkben, megelevenített, fölmelegített, reményt adott, és föl akar készíteni, újjá akar szülni, teremteni az ő országot számára. Mikeás proféta, az Ószövetség profétája hasonlóan az Új Szövetséghez fölkiált, kicsoda olyan Isten, mint te, kérdezi, aki megbocsájt bűnt és hamisságot, és elengedi népe maradékának vétkét. Nem perel velünk, nem fedődik mind untalan, a tenger mélyébe veti a mi vétkeinket is, nem emlékszik meg róla. Nem fárasztó neki a megbocsájtás, ha tékozóként hazatérünk és elsírjuk bűneinket. Mert azt mondja, hogy ő bővöltödik a megbocsájtásban. Csak legyen kinek megbocsájtani, csak hogy ismerjük el azt, hogy hűtlenek lettünk. Csak hogy ismerjük azt el, hogy kozmetikával az életünk, és ma, ahogy jövendőlve lett az utolsó időről, a kegyelem nem tudja elérni a munkát az ember életében. Az Isten szeretete nem tudja még azt sem meglágyítani szívünket, átformálni gondolatainkat, mert megelégszünk sokszor csak a kegyességnek a látszatával.
Elég az, hogy néha napján énekes könyvet veszünk a kezünkbe, vagy épp elmegyünk az imázba, a templomba dicsérni az Urat. Testvéreim, az Isten igéje azt mondja ma este nekünk, féljétek az Istent. Nem úgy kell félni az Istent, ahogy mondtam sokak fogalmában, hogy egy olyan hatalmas, szentséges Úr, és ezért, hogyha mi emberek, földhöz tapadt, bűnhöz tapadt emberek vagyunk, lesi azt úgy, mint a rendőr, ahogy lesi a sofőröket sokszor, elbújik és azt várja, hogy ráüthessen. Átmentem egy olyan sínen, ahol nem jár vonat 30 éve, de ott van hagyva a vasom. Azért, hogy az államnak tudják beszedni a pénzt. Behajtás. És a rendőr el van bújva a fák mögé, hogy aki átmegy a vasúton, természetes ott a figyelmeztető tábla, hogy nem szabad áthajtani megállás nélkül. De én, aki tudom azt, hogy ott nem jár vonat 30 év óta, átmentem rajta. És a rendőr akkor odalépett elémbe, és kérdezte, hogy mit vétettem. És elkérte az aktáimat. Aztán annyira kedves volt mégis, hogy azt mondta, hát húsvét lévén, húsvétban történt múlt évben, húsvét lévén nem akarja elrontani az ünnepemet, visszaadja, pedig tudom, hogy ezért mi jár. Mondom, tudom, a könyv elvebe is jár érte. Isten nem ilyen kedvesei, hogy ő lessen bennünket, nyomoz és rejem csak meg mindent. Tehát mi azt szoktuk mondani a gyerekeknek, már így neveljük bele, hogy ha rosszat csinálsz, akkor megver az Isten. Mi sokszor Istent hamis színben tüntetjük fel. És azért nem teszünk valamit, vagy teszünk valamit, hogy nehogy Isten megverjen bennünket. Nehogy rejjen sújtson. Hát ez az Isten félelemnek egy eltorzított változata. Nem akarom azt mondani ezáltal, hogy Isten gyűlöli a bűnt. De próbálja szétválasztani Isten a bűnt és a bűnöst. Nem olyan, mint mi az emberek. Mi az emberek, mi eldobjuk együtt a vétkezőt a vétekkel. Sőt, van, mikor sokszor a vétket, a bűnt nem ítéljük úgy el, mint aki elkövette a bűnt. Isten igéje le akarja tisztázni előttünk ezt a fogalmat. Az Isten félelem nem azt jelenti, hogy félni és rettegni kell az Istentől. És ha mégis valaki úgy gondolja, hogy nem jól magyarázom, akkor azok számára emlékeztetőül hadd idézem, hogy tanított Jézus bennünket imádkozni? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Ő a mi atyánk, és a mi atyánk szeret bennünket. A mi atyánk megmenteni akar bennünket. Az Isten félelem az Isten ígéje szerint egészen mást jelent. Engedjétek, olvassak. Nem azért, mintha ezeket nem lehetne elmondani kívülről, de hitelesítsem az Isten igével azt, amit mond az Isten félelemről az Isten igéje. Először is a Példabeszédek könyve első fejezetében olvasom az igét a 7. versében. Példabeszédek könyvében olvasom az igét az első fejezetének a 7. versében. Ennek is különösképpen az első része, ami hangsúlyossá teszi a mesteri beszélgetésünket. Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek. Hallottátok, kedveseim? Ezt a szimbólumot, ezt a hasonlatot, amit Isten igéje fölhasznál, azért, hogy megszeressük és kívánjuk az igaz Isten félelemben járni. Azt mondja, az Isten félelem, bölcsesség feje az Isten félelem. Nem is a keze az Isten félelem, hanem a feje. Fej nélkül az ember nem tud terveket készíteni. Fej nélkül az ember nem tud élni. Amilyen a fejünk lényegében, amilyen a komputerünk, az agyunk, olyanok vagyunk. Mert lényegében
A szellemi képességünk, ami önazonosságunk, nem a kezünk, a lábunk, vagy valamilyen szervi részünk határozza azt meg, hogy mit csináljunk. Nem. Hanem a döntések, tudjátok, hol születnek? Itt a fejben. Azért javasolja Pál apostol a Római Levél 12. fejezetének az első versétől, hogy változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Itt a gondolkozásban kell döntések szülessenek. És azt mondja, hogy az Isten félelem nélkül fehetlen dolgokat csinálunk. Az Isten félelem nélkül nem tudjuk az igazi értékrendeket felállítani magunknak. Az igaz Isten félelem nélkül nem tudunk lelki egyensúlyt tartani. Nem tudunk terveket készíteni. Nem tudunk különbséget tenni jó és a rossz között. Bölcsalom, amikor Isten lelke papírra vetette ezeket a gondolatokat, az Úr félelme feje a bölcsességnek. Itt kezdődik a bölcsesség. Az Isten félelemmel. Az igazi bölcsesség. Tehát az igazi bölcsesség Isten félelmet jelent. A mi félelmünk, a mi Isten félelmünk, hát ha szabad mondani így, nem új keletű ez, mert ez rég kíséri az emberiséget. Tudnék a Bibliából olvasni, de nem akarom, mert az idő nagyon gyorsan telik, a Mózes második könyve második fejezetének a 11. versétől találtuk egy történetet. De hát nem kell odáig menjek én vissza a mózesi időkben, hanem csupán az én időmben, visszaemlékszem az én gyerekkoromban, hogy édesapám meg akart venni egy darab szőlőt. Aztán olyankor mentünk ki, vagy olyankor volt ez az adásvelés gondolata, amikor a szőlő már érett. És egyik barátjával ment ki, aki eladó volt. És én mint gyerek kísértem el. És aztán azt mondták, hát ha már megveszem ezt a szőlőt, akkor meg kellene kóstolni, hogy milyen, lássuk, milyen. És a szőlő szépen el volt gerebérve, el volt dolgozva. És nem akart belépni, hogy látszódjon, hogy valaki ott járt, hanem a barázdába ment, és úgy hajolt be, és leszakított egy gere szőlőt. De az érdekes nem ez volt. A történetet nem ezért mondtam. Hanem ami azelőtt történt. Édesapám le is az úton, fel is az úton nézett. Körbenézett, és azután lépett be a barázdába, és levette a gereszőlőt. És utána, amikor a történetnek vége volt, megkóstolta a szőlőt, akkor mondtam el neki, hogy édesapám, azért érdekes az ember. Mert hát ugye pásztora volt a szőlőnek, és azt nézte, hogy nincs-e ott a pásztor. Mert ha ott van a pásztor, akkor nem vette volna le a szőlőt. Még akkor is, ha mondjuk nem lopás lett volna ez, mert meg akarta vese volna. De bizonyára, hogy nem vette volna le. A Szentírás ott a Mózes második könyve 11. fejezetének a 28. versében egy ilyen esetet ír le. Nem csak egy emberrel történt, hanem ez naponként megtörténik velünk is. Mert a mi Isten félelmünkbe belefér. Hogy Mózes, amikor látta, hogy veszekedik két ember, egyik izraelit, a másik egyiptomi, oda ment az egyiptomihoz is, agyonütötte az egyiptom, de aztán eltakarta homokba. De ott is leírja a Szentírás, azért idéztem, egy régi kelletű Isten félelmi forma ez. De ez hamis Isten félelmi forma. Amikor Mózesről föl van jegyezve, hogy ide és amoda tekint. Mielőtt véghez vitte volna ezt a tettét, annak előtte ide is nézett és oda is nézett. Csak egy irányban. Köszönöm. Fölfelé. Édesapám se nézett, Mózes se nézett, hanem jobbra és balra nézett, hogy látják-e az embereket. Testvéreim, Isten azt üzeni nekünk az evangélium által, hogyha mi föl akarunk készülni Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére, hogy ne rettegéssel és félelemmel álljunk meg előtte, mert akkor valóban félelemmel állnak meg előtte azok, akik visszautasították az isteni kegyelmet. Akkor menekülnek a sziklák közé, ez már félelmet jelent, valóságos félelmet jelent.
de az igaz Isten félelem egészen más milyen. Nem az a döntő benne, hogy az emberek mit mondanak is, látják-e az emberek, vagy nem látják. Nekünk pedig az életünk nagyobb részét ez mozgatja. Tehát nem feje az Isten félelem a bölcsességnek az életünkben, hanem valahol ott hátul elfelejtkezünk róla. És nézünk ide, és nézünk oda, és ha az emberek nem látják, akkor bátran megteszünk valamit. Vagy, ha sötét van, nem látnak az emberek, elfelejtkezünk arról, hogy minden embernek, minden cselekedetéről, mozzanatáról, és ezt ma már nem kell hangsúlyoznom, mert ma láthatjátok azt, hogy videózzák az embernek minden mozzanatát, cselekedetét is. Föl tudják venni azt is, hogy itt ülünk, mit beszélünk, mit beszélek. Ezt vissza lehet nézni egy év múlva is, 20 év múlva is, visszanézhetik az emberek. Hogy Isten minden embernek az életét figyelemmel kíséri. És az angyalok, akik itt vannak közöttünk, és tábort járnak körülöttünk, jelentést visznek minden cselekedetünkről, beszédünkről, függetlenül attól, hogy az emberek látnak-e vagy nem látnak. Még azt is megkockáztatom, hogy azt mondom, hogy aki féli az Istent a szó szoros értelmében, az isteni szemszögből nézve, az nem fél az emberektől. Nem kell félni az emberektől. Azt kell félni az emberektől, aki nem féli a szó szoros értelmében az Istent. Milyen az igaz Isten félelem? Engedjetek egy néhány példát, hogy megvilágítsam ezáltal, egy néhány történet, embernek a történetéből. Nem olvasom el a történeteket, hiszen ti nagyon jól ismeritek ezeket. De ezek megérettek a mi tanulságunkra. Hogy leellenőrizzem azt, hogy szól-e nekem még ez az üzenet. Fölkészített engem ez az üzenet a Krisztussal való találkozásra. Vagy talán hamarabb. A halálra, amikor utolsót dobban a szívem. Valóban az Isten félelem a helyén van az életemben. Helyes Isten félelemmel rendelkezik. Azt írja az Isten igéje, hogy lakozott az Úr földén egy ember, akinek Jób volt a neve. Ki ne hallott volna róla, Jóbról. Elibünk állítja a Szentírás bizonyos területen példakép. Jakab apostol levelében írva van róla. De azt írja a Szentírás erről a Jobbról, így vázolja le az életrajzát. Ez az ember, aki az Úr földén él, igaz, Isten félő és bűngyűlölő ember volt. Testvéreim, megtaláljuk egyik alkotó elemét a helyes Isten félelemnek. Ha nem gyűlölöm a bűnt, akkor az Isten félelem, amivel rendelkezem, ez nem eredeti hamisítvány csak. Súlyos, de ezt ki kell mondani, hogy az igaz Isten félelem egyenlő a bűn gyűlöletével. Nem alkuszik meg a bűnnel semmilyen területen. Föl tudom-e vállalni azt, hogy gyűlölöm a bűnt? Mondtam, a Szentírásnak alaptanítása. Ez szeretni az Istent, és gyűlölni a bűnt. Tehát el kell tudja Isten rólad és rólam mondani, hogyha helyén van az Isten félelme az életemben, hogy bűngyűlölő vagyok. Nem bűnös ember gyűlölő, hanem bűngyűlölő. És ha mégis nem elég világos ez nekünk, azt mondom, hogy szükség megvilágítani. Amikor odaviszik Jézushoz a bűnös asszony, az a neve neki, hogy bűnös asszony. Úgy nevezik őt. Azt mondja, Mózes azt írja a törvényben, hogy ha paráznaságon fogtuk, akkor meg kell kövezni. És te mit szólsz hozzá? Jézus mit mondott? Azt mondta, hogy valóban a bűn az utálatos Isten előtt, az kövezésre méltó. De eredj el asszony, ez a kegyelem. Adok neked lehetőséget az újrakezdéshez. De ne úgy kezd az életet, amit kapsz, ahogy eddig folytattad. Hanem eredj el és többé ne védkezzél. Az isteni szeretet és kegyelem, amely életet adott neked,
azt használd fel arra, hogy gyűlöld a bűnt és szeresd az Istent. Isten minket, akit a halálból életre hozott, megváltott bennünket, kifizette az adósságunkat, eltöröli bűneinket, azt mondja néked és nékem, az igaz Isten félelem, azt jelenti most már, eredj el, megbocsájtattak a te bűneid, de gyűlöld a bűnt, akárkiben van. A bűn, kedveseim, nem lehet simogatni, a bűnből nem lesz sosem igazság. A kicsiny kígyó, amikor még ártatlan, vagy a kicsiny tigris, láttam, hogy mikor cuszizzák a kicsiny tigrist, vagy oroszlán, nem bántja az ember, de amikor felnőtt, benne van a vadvérűség, a véremzés. A kígyóból nem lesz a felnőtt, csak nagy kígyó, nem lesz belőle bármi. A bűn az bűn marad, a bűn pedig tönkreteszi újból az életedet, újból a mélybe ránt. Újból nyomorba dönt, újból kezded előről a szenvedést. Ezért Isten szeretete és kegyelme az, amely erőt tud neked adni arra, hogy a bűngyűlölő legyél és a bűnnek nemet tudj mondani. Hát, hadd használják egy másik történetből. József történetét kéne ismerni a Szentírásban, de azt hiszem nem ismerjük elég jól még. És különösképpen ajánlnám a fiataloknak József történetét tanulmányozni, mert ha elmélyedünk ebben a történetben, ezekben a történetekben, amit Isten lelke megörökített a végidőben élő nemzedék számára, akik fel akarnak készülni a Jézus Krisztussal való találkozásra, hogy azoknak az életében helyre tegye az igaz Isten félelmet. Azért vannak leírva ezek a történetek. Ki ne ismerje a történetet, amikor ugye eladják Józsefet, elkerül Egyiptomba, Potifárhoz, a hatos parancsnokához, és mindent a hatalmában ad neki, mert látja, hogy minden megvan áldva, amire a kezét ráteszi. Csak egy dolgot tilt el tőle, szabad járata van mindenütt. Ő a főispán a ház környékén. Csak egyedül a feleségét tiltotta meg. Hogy ahhoz nem érhet a feleségéhez. Eszében sem jutott Józsefnek ez. De ez parancs volt. De eszébe jutott a feleségének. Mivel szép ábrázatú volt József. És mivel mindenük áldás kísérte a munkáját, gondolta a felesége Jordán lecserélni a férjét Józseffel. És elkezdte a mondókáját, először csak ritkábban talán, aztán mind sűrűbben és mind többen, mert a Szentírás azt mondja, hogy minden nap már végül mondogatta, mert eredmény nélkül volt, hogy hálj velem, tudjátok, micsoda kísértés ez? Én sokszor elmondom a fiataloknak, károsztatják a fiatalokat, hogy milyen erkölcstelen ma a fiatalság. Én azt mondom, hogy már mely fiatal ember olyan próbának van kitéve és olyan kísértésnek, hogy ember legyen a talpán, aki meg tud állani a kísértéssel szemben. Amikor nem ő a kezdeményező, hanem az a kezdeményező, aki a tiltást kellene megfogalmazza. Aki a kezdeményezne és a férfi azt kellene mondja, hogy nem. Itt pedig fordítva történt. És József azt mondja, hogy nem. És végül már a szenvedélye olyan nagyjá fejlődött. Mert ha eljátszunk a gondolattal, nyomot ver az életünkben, és annyira függők leszünk tőle, hogy már mindig az a kép van az elménkben, és nem tudunk tőle szabadulni. Így volt Potifár feleség. A tekintettel kezdődik el a bűn, a kívánsággal. És megragadta a kabátját, és kibújt a ruhájából, olyan köpenyszerűséget viseltek ott a keleten akkor, még ma is sokan. És inkább ott hagyta a ruháját, és elmenekült. Na de ez egy jó zálog volt a feleségének, megfordította a dolgot. Mert szörnyű bosszú támad benne. És a szenvedély átcsapott a másik oldalra, mint hullámzó tenger, tajtékozott. És kiáltotta össze az egész udvarbeli népet,
Gyertek, nézzétek meg, ez a rabszolga gyerek mire képes. Engem meg akart fogni. Itt a bizonyíték, itt a ruhareak. Mit mondott József? Engem az érdekel. Azt mondta, hogy nem. Ne arra, hogy nem. Tőlem semmit nem tiltott el a férje, csak téged egyedül. De nem ez, hanem hogyan követhetném én el ezt a nagy bűnt az én Istenem ellen? Hogyan követhetném el? Halljátok testvéreim, halljátok fiatal, hogy az igaz Isten félelem az embert hogy át tudja formálni, át tudja dolgozni. Mennyire megnemesedik a jellem. Nem azt mondja József, hát itt valóban nem lát senki benne, csak a férje nincs itt hol. Ezt nem tudja meg senki. Hanem azt mondja, először is, én Istennel szemben nem tehetem ezt meg. Az igaz Isten félelem tehát. Azt jelenti, hogy nemet tudok mondani a bűn szemben. Aztán mehetünk a harmadik, a negyedik, az ötödik történethez. Mind a Szentírásból rengeteg olyan történetet tudnám felhozni, ami mind azt bizonyítja, hogy igaz Isten félő valaki. Még az Ábrám életéből említek egy annyit a történetnek egy parányi részét, hogy amikor Ábrám felviszi az ő fiát Isten parancsa szerint a Mória hegyére, hogy feláldozza az ő fiát, mikor kész feláldozni a fiát, akkor hall egy szózatot a mennyből, amelyik ezt kiáltott, amit ma este felolvastam. Látott egy angyalt repülni az örökkévaló evangéliumnak, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot. Féljétek az Isten! Ez a kiáltás hangzott el a Mória hegyén. Most már tudom, hogy Isten félő vagy. Az igaz Isten félelem nem mondogatja azt, hát, amit hallottunk, valóban jó, szépek, na de hát ugye, ki tudja ezeket megtartani? Drága testvéreim, az Ábrahám története arról beszél, hogy ami legdrágább, ami legkedvesebb, ha Isten kéri, akkor odaadom Istennek az életemből. Akkor mondja el Isten rólad vagy rólam, most már tudom, hogy Isten félő vagy. Akkor mondja el rólad és rólam, amikor a bűnt vissza tudod utasítani, és azt mondod, nem tehetem. Miért nem tehetem? Azért, mert van egy Istenem. Dávid így fogalmazta meg, egyedül te ellened védkeztem. Mert minden bűn, amit elkövetünk lényegében, Sátán oldalára állunk vele. És ezt nem tehetem meg. Talán akkor értettem meg magam számára, mit jelent az Isten félelem, amikor a kertünk az lenyúlott egy kúthoz. És onnan hordták többen a vizet, de nem is erő volt híres, hanem sáros volt a falu, nagyon ahol laktam, sáros kis falu. És az emberek próbálták kerülgetni, kerteken keresztül jártak, és a mi kertünk ön is keresztül jártak a másik utcába. A másik utcába pedig lakott egy ember, aki réme volt a falunak. Elmezavarodott volt, és mindig a csizmája szárában hordta a nagy kés. És én, mint gyerek, ezt láttam. Édesanyámnak volt egy kérése egyik este. Nem volt víz, éjszakán. És azt mondta, kisfiam, menjél hozzá egy veder vizet. A kert végéből ott a kútból, ahol volt a kút. Vagy 30 méter. És én meg azt mondtam, átgondolatlanul, nem bírtam fel ennek a következményét, hogy milyen kárt okoz, azt mondtam, hogy nem megyek. Persze azt nem hallottam be, hogy mi az igazi ok. Hát olyan 10 éves valamennyi voltam, az igazi ok az volt, hogy féltem az embertől. Mert ott járt le, és féltem, hogy találkozok vele. De már szégyen volt azt mondani, már legényecske, hogy fél a sötéttől. És azt mondtam, hogy nem.
Sosem felejtem el ezt a jelenetet. Akkor értettem meg igazándiból, amit Isten kér tőlünk emberektől. Akkor édesanyám letörölt két pénzcsepet az arcáról, azt mondta nekem. Na jó, a kisfiú. Nem ennyi. Csak mondok néked valamit. Eljön egy nap, amikor, ha kérne édesanyád, elmennél. De nem lesz ki kérni. Tudjátok, hogy éreztem magam? Látjátok, hogy már megőszült fejjel vagyok, már nem édesapa, hanem nagypapa. Mégis ott maradt a lelkemben. Mai napig. Pedig tudom, hogy édesanyám megbocsájtott. Nemet mondtam a szeretetre. Az igaz Isten félelem az Isten ígéje szerint nem az, hogy rettegek, hogy jaj, eljön Jézus, mi lesz? Vagy rettegek, nehogy reám sújtson az Isten. Nem. Az igaz Isten félelem az, hogy ő annyira szeretett bennünket, hogy megváltást készített nekünk. Elkészítette újból az útat vissza az elveszített Édenben. Ő lett az út, az igazság és az élet. És én ezt a szeretetet visszautasítom, mert szövetkezek a bűnnel, a bűn pedig Isten ellensége. Jól jegyezzük meg. A bűn Isten ellensége. A bűnnek nincs létjogosultsága. A bűnnek betolakodott rossz földünkre. És az igaz Isten félelem azt jelenti, hogy nem követek el bűnt, mert megbántom vele az én szerető atyámat, Istenemet. Amikor a szeretet motivál engem, amikor a szeretet az indító rugója minden cselekedetemnek, akkor helyreállt az életemben, a Biblia szó szerinti értelmezésében, az Isten félelem. Hadd idézzek egy néhány igét az Isten félelemmel kapcsolatosan még. A 139. Zsoltárban azt olvashatjátok. Megvizsgáltál engem, Uram, és te ismered ülésemet, fekvésemet, járásomat. A szó, még ki sem mondom a számon, és te már jól ismered azokat. Te ismered gondolatomat. És mikor ezekről elmélkedem, hogy annak ellenére, hogy én hányszor hűtlen vagyok, és lepattálok a bűnnel, hányszor megalkodok a bűnnel, és próbálom magamnak megmagyarázni, ha nem látta senki, nincs semmi baj. Magammal szemben is állarcot hordam. Magamat becsapni, és elhitetni magammal, hogy én át tudok formálni az Isten szeretete az ő jelenére. Amikor erről elmékedik, azt mondja, fölöttem tartod a te kezedet. Felülről nem támadhat senki, nem bombázhatja senki az agyamat, mert te fölöttem tartod kezedet. Elől és hátul körülvettél engem. Előről nem támadhatnak, mert ott vagy előttem, hátul nem támadhatnak, mert ott vagy a hátam mögött. És olyan gyönyörű leírás van a Szentírásnak, amikor Isten védelmébe vesz egy népet. Éjjel tűzoszlopban, nappal felhőoszlopban vezetett egy népet 40 éven át Kánaán felé, hogy meggyőződjenek az emberek, hogy szeressék az Isten, mert Isten szeret minket, és meggyűlöljék az ellenséget, a bűn, amely tönkreteszi az életünket. És amikor ezen csodálkozom és elmérkedem, azt mondja Dávid, magas ez a tudás, nem érthetem, magasságos ez nekem, hogy te mennyire törődsz vele. És akkor azt gondolod, hogy elrejthetsz valamit előle. Ha a sötétség vesz körül, azt mondja, a sötétben, de úgy látsz a 12. versében mondja, neked a sötétségben is világosság van.
Nem lehet elrejtőzni előle. Hova menjek a te orcád elől? Kérdezi Dávid. Hova tudnék elmenekülni? Próbálták ezt az emberek közül sokan így megoldani. Ki ne ismerné a Jónás történetét, aki Isten küldött és más útra ment. Elmenekült, elrejtőzött, lefeküdt a hajó fenekében és aludt. És gondolta, hogy Isten nem talál rá. Nem rejtheted el magad Isten előtt, és nem is kell. Az igaz Isten félelem, tudjátok testvéreim, micsoda? Ennek a Zsoltárnak az értelmében. Isten jelenlétének a tudatában élni minden nap. Ezt jelenti az igaz Isten félelem. Nincs az életednek, életünknek olyan rejteke, olyan pillanata, olyan állomása, ahogy idéztem az igét, ha lefekszek, ha felkelek, ha beszélek, én a te orcád előtt vagyok. És akármit cselekszek és teszek, azt abban a tudatban kell tegyem, hogy Isten jelenlétében vagyok. Az igaz Isten félelem tehát nem jobbra és balra néz. Nem a sötétet keresi, vagy nem azt nézi, hogy látják-e az emberek, vagy nem látják. Hanem az igaz Isten félelme azt jelenti, hogy tudatában vagyok annak, hogy Isten szeretete vesz körül, és előtte vagyok, és előtte nyilvánvaló az életem, minden szavam és gondolatom. Valami csodálatos kegyelem ez, amivel Isten lehajol hozzám. Hát azt hiszem, hogy még egyszer egy kicsit tömörítsem, itt kételjön vissza a befejező ige előtt. Még egyszer mondjam el azt, hogy az igaz Isten félelem, amit Isten helyre akar tenni az életünkben. Mielőtt bekövetkezne a halálunk, vagy eljönne Jézus Krisztus ígérete szerint, akkor vagyunk készen az első lépés hazafelé vezető útunkban, hogy helyre tevődjön az igaz Isten félelem az életünkben. Ó, de messze elmentünk ettől. Messze elmentünk. Ami azt jelenti, hogy gyűlölöm a bűnt. Szeretem a bűnöst, megmenteni akarom, mert Isten erre tanít. Aki megvallja védkét és elhagyja, hű és igaz, hogy megbocsássa. Az igaz Isten félelem azt jelenti, hogy jelenlétének tudatában vagyok, és nem követem el a bűnt, mint József tette. Az igaz Isten félelem azt jelenti, hogy a legnagyobb áldozatot is, ha kéri tőlem az Isten, meg tudom hozni Istenét. Mert addig, ameddig valami van, amit megengedek, hogy közém is Isten közé kerüljön, addig még nincs helyretéve életemben az igaz Isten félelem. És hányszor lehet hallani olyat? Ja, hát én szeretem is, és tudom, hogy igaz, és várom is, hogy eljön Jézus, de hát nem dönthetek én nekem ugye egyszer meg kell kérdeznem azt, hogy mit szól hozzám férjem vagy feleségem. Hát igen, találkoztam ilyenekkel, volt, aki döntött, és azt mondta, most már eldöntöttem, hogy én Istennel szövetségre lépek. De azt mondta nekem, testvérem, elkísérlél engem haza. Mert nagyon nagy baj van a családban, és érdekes, hogy itt a férfi, általában a nők szoktak inkább hajolni az Isten felé, és ezért nem haragosztam meg férfi testvéreim. De hát nézzetek csak végig a gyülekezeten egy kicsit most, és nézzétek meg, hogy hány nő van, és hány férfi jelen a gyülekezetben. Ez beszél arról, hogy gyöngébedi, nemesebb lelkű. És itt fordítva állt a dolog. Azt mondta a férfi, hogy úgy jött el hazulról, hogy a felesége nagyon tombol. És elmentem velem haza. Persze előttem nem cirkuszolt úgy, de azért azt elmondta, hogy én arról hallani se akarok, hogy te szövetségre lépj az Úrral és megkeresztelkedjél, alámerítkezzél. Tudod mi? Akkor itt mondom el az Úr színed és a prédikátor, hogy inkább koporsót akarok látni az udvaromon, mint téged fehérben öltözve, aki alámerítkezel. Inkább a koporsód mellett álljak meg. Tombol a sárga. Keményen tombol. Nem akar egy talpalatnyi földet feladni. Minden szívért óriási harc van.
és mi hivatkozunk arra, hogy nem tudjuk meghozni bizonyos áldozatokat, mert mi az emberek véleménye, mit szólnak, vagy mit szól a családunk. Testvéreim, az üdvössége személyes minden ember életében. Személyes megváltódnak kell elfogadnod Jézust. Érted, meghalt Jézus Krisztus. Úgy kell olvasnod ezt a János 3.16-ot, a Luther Márton olvasta. Mert úgy szerette Isten Luther Mártont, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha Luther Márton hiszen ő benne, el ne vesszed, hanem örök élete legyen. Mikor tudod lebontani személyes életedre az Isten szeretetét? És te mennyi áldozatot tudsz meghozni ezért? Mert ha megengeded azt, hogy közéd vagy Isten közé álljon valaki, akkor tudod, hogy ki az Istenet? Aki közéd állt. Lehet ez gyermeked, lehet ez élettársa, lehet ez pénz, lehet ez vagyon, lehet ez hírnév, lehet ez rang. Sokféle köteléke van Sátánnak, amivel minket a bűnhöz akar kötözni, a helyben topogáshoz, hogy ne jussunk el Kánaánban sohasem. Isten pedig szeret minket. És azt mondja, hogy akik föl tudják vállalni a helyes Isten félelmet, és Isten fel tudja építeni az életünkben, azoknak nagy jutalmat ígér, és ezt az ígét szeretném is felolvasni. Az Ószövetségnek az utolsó könyvében találunk egy ilyen drága ígéretet Istentől. Azok számára, akik félik az Istent a helyes értelemben. Azt olvasom Malakiás prófétának a 4. fejezetéből. Különösképpen a 2. verse vonatkozik ide. Tehát ne vegyük ki a szöveg összefüggés környezetéből, elolvashatjuk mind a 2 verset, hiszen, amint mondottam, ez a világunk, akár akarják az emberek, akár nem, megérett az aratása. A bűn is beért a földön. Gondolom, ezt nem kell nagyon viszontgatni. És Jézus el fog jönni, akár készülnek az emberek rá, akár nem. Ahogy Jézus eljött először, ha nem várták is, még az övéi sem, mégis beváltotta ígéretét, pedig egy néhányan várták csak. Egy néhány pásztorember, talán egy-két nyugdíjas lelkész, pap, és valami pogány bölcsek, akik várták Jézust. De Jézus eljött és beváltotta ígéretét. Jézus most is el fog jönni másodszor, mert ő ezt megígér. És így beszél erről a 2. eljöveteléről Jézusnak, mert imé eljön a nap lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevés is, minden gonosztevő, mint a pozdorja, amely megégeti őket, és az eljövendő nap megégeti, azt mondja a seregeknek Ura, amely nem hagy sem gyökeret, sem állat. Tehát a bűnt gyökerestől Isten kiírtja. A golgotai kereszten legyőzte Jézus Krisztus azáltal, hogy a helyünkbe lépett, legyőzte a bűn és a halál hatalmát. Visszajön azért, hogy eltörje a bűn átkos következményeit. Nem azért jön, hogy megfeszítsék, hogy újra áldozatot mutasson be, és meghaljon azokért, akiknek nem volt elég 50, 60, 70, 80 esztendő a megtérésre. Akik nem tudtak megszabadulni a bűntől, mert azt mondták, hogy szép jó, de hát ugye nem lehet ez. Mert nekünk nem egy erőtelen Istenünk van. Nekünk nem egy erőtelen megváltónk van, hanem egy olyan erős megváltónk van, akiről azt mondja az apostol, hogy nekem mindenre van erő a Krisztusban, aki engem megerősít. Mert a Golgota győzelme, az Isten szeretete nemet tud mondani a bűn minden kísértésének. És meg tudja hozni a legnagyobb áldozatot is, ha kell Istenért. Nem kéri Isten azt most, hogy a gyerekedet áldozz fel. Azt kéri tőled, hogy a bűnt hagyd el, ami tönkreteszi az életedet.
Semmi jót nem akar Isten elvenni tőlünk. Semmi jó. Amikor Isten azt mondja, ne tegyed, ne egyed, ne lássad, ne nézed, azok mind rosszak, amik tönkreteszik az életünket. És íme az ígéret Istentől. Ha elfogadjuk az Isten üzenetét, a második versben azt mondja, és feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazság napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. És kimentek, és ugrándoztok, mint a hisztartókok. Amikor túlmentünk a földi küzdelmen, az új ég és az új föld birodalmáról beszél Isten igéje. Kinek szól ez a gyönyörű ígéret? És gyógyulás lesz az ő szárnyaira. Nem mondja a többi a lakos, hogy beteg vagyok, mert eltűnik minden fájdalom és sóhaj. Ti, mondja az Isten, akik félitek az én nevemet, úgy, ahogy az írás mondja nekünk, a Biblia értelmezésével, akik nem követik el a bűnt, mert megbántják vele a szerető Isten, ahogy Dávid imádkozott az 51. Zsoltárban, egyedül te ellened védkeztem, és cselekedtem azt, ami rossz a te szemeid előtt. Az igaz Isten félelmet Isten megjutalmazza, amikor eljön. A megszentelt életnek a titka, Isten jelenlétének tudatában élni. A megszentelt életnek a titka, hogy az Isten félelem ne valahol ott, hűtőszekrényben legyen eltéve konzerválva. Ne a templom falai között maradjon, hanem az Isten félelmet vigyük magunkkal, és legyen feje az életünknek, irányítója az életünknek minden nap. Szívemből kívánom azt, hogy Isten adjon erre sok erőt nekünk, és sok bölcsességet, hogy helyre tudja állítani bennünk a képet. Mert Isten ezáltal is fel akar készíteni minket a gyógyulásra, a lelki gyógyulásra, a vele való találkozásra. Hallottam egy hangos szót, mondja János apostol. Kiáltam, a föld minden lakosaihoz, minden néphez áldozatod és nyelvez. Kiáltott ez a szó, elérkezett el az Isten üzenet. Féljétek az Isten! Hadd meg ezt a szózatot. Fogadd el ezt a szózatot. Gyakorold ezt az Isten félelmet. És hazaérkezel. Ahhoz, aki a megoldást hozza. Amen. Amen.